Ezt kaptam példaként, én is azért is dolgoztam, hogy Andris még többre vigyem. Körülbelül egy ilyen 8 éven keresztül faragtam. Nem voltam olyan nagyon-nagyon-nagyon tehetséges, de hát hosszú idő alatt meg lehet mindent tanulni. 25 éve csinálom ezt, tehát évi 100-200 előadást tartottam. A versmondó készségeim az jó volt, mert azt begyakoroltam, de hogy az irodalomhoz sajnos a tehetséget azt nem örököltem. Tényleg egyébként ilyen verekedős gyerkőc voltál? Igen. Iszonyatosan szerettem megnevettetni az embereket. Most is a komédiát jobban szeretem, mint a drámázást. Humor nélkül élni nem érdemes szerintem. És akkor kiválasztottam a legjobb ötletet, hát az volt, hogy a vakoknak hozzak létre egy olyan eszközt, amivel tudnak majd könyvet olvasni. Manapság azért, ha látják, hogy valaki szorgalmas, tehetséges, akkor úgy, ha talál mentorokat is, akkor alányulnak egy kicsit. Eldöntöttem, hogy maga én vállalkozóként szeretnék a jövőbe dolgozni, és a jelenlegi tevékenységem is egy az egybe ezt támaszza le. Az irodalom az nem azt jelenti, hogy most valakit megírok. Szerintem az sem véletlen, hogy mind nők kezdtek el tárcákat írni, és teljesen függetlenül egymástól. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Fogom, kimérem, oké, nem tudom, 22 nanofaradős kondenzátor, kiforrasztom, és ott is van. Ja, Zsené, úgy értem, olyan, mint a hottentottául beszélni, úgyhogy én nagyon szeretem az olyan helyzeteket, amikor egy vakhangot nem értek szinte belőle.